Vaján is lehetőségük nyílt a civileknek arra, hogy egy információs fórum keretében informálódjanak a következő évre várható pályázati forrásokkal kapcsolatban. Velicskó Mihály, a Vajáért Kulturális Egyesület elnöke szerint a helyi lakosság fogékony a közösségteremtő programokra. 2 évvel ezelőtt novemberben alakultunk. A célunk az volt a hagyományőrzés, a hagyományaink felelevenítése. Új dolgokat is hoztunk létre az egyesületen belül, ami eddig nem volt jellemző a településünkre. Az egyik ilyen dolog az például az adventi ablakdíszítés, amiben az egész város részt vesz. Ez elég nevezetes. Tavaly elkezdtünk csinálni egy ilyen helyi sütőversenyt a tájházban, mert a tájház a székhelyünk, tehát Vajának a tájház, a Vajának a kis szíve, aki az mondjuk az egyik legrégebbi épület itt Vaján jelenleg, és ez is elég nagy sikert aratott településünkön, ezen kívül rengeteg ilyen kisebb videónk van. Tisza Sándor Rajmond, a város polgármestere elmondta, Vaján található az ország legnagyobb tárogató egyesülete, de emellett számos más civil szervezet is tevékenykedik a településen. Több civil szervezetünk működik itt Vaján, több mint 10 szervezet. Ez a élet számos pontján horgászok, vadászok, sport, polgárőrség, kultúra területén, illetve a alapítványaink is egyházi vonalon, óvodai, iskolai alapítványok is működnek, és aktív szereplői a közéletnek. Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár úgy véli, a korábbiakhoz képest gyarapodhat a sikeresen pályázók köre, mivel a tavainál nagyobb forrás áll majd rendelkezésre, de a pályázható összegek várhatóan nem fognak jelentősen növekedni. Olyan 5 millió forint környékén, de itt még nincsen végső döntés, lehet majd max pályázni, mert itt ezt nem akarjuk, hogy nagyon elszálljon fölfelé. Az összeg továbbra is a NEA, a kis és közepes civil szervezeteknek a pályázati alapja. Tehát próbálunk minél több pályázat lehetőséghez juttatni, hogyha nagyon megemelnénk az alapösszeget, akkor ez nyilvánvalóan nem lenne lehetséges. Az államtitkár hozzátette, a Nemzeti Együttműködési Alap mellett a civilek számára más pályázati források is rendelkezésre állnak, amelyeket szintén érdemes megpályázni. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a választókerületében többféle alapból is sikeresen jutnak támogatásokhoz a civilek. Megkülönböztettünk egyedi forrásokat, amikor egy speciális kérelmet fogalmaznak meg a miniszterelnökség felé, és ennek a finanszírozását, valamint az általános mindenki számára nyitva lévő pályázatokat. Itt az utóbbi években kisebb léptékű fejlesztések történtek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a Magyar Falu civil keretét is ide tudjuk, hiszen azt is a miniszterelnökség kezeli, és a kettő együttben nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni. Nincs panasz a civilek részéről sem a választókerületben az elnyert források tekintetében. Az információs nap főszervezője hangsúlyozta, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ folyamatosan várja a tanácsadásra szoruló szervezetek megkereséseit. Bármilyen témában legyen az jogi, pénzügyi, az év minden munkanapján segítjük az ő munkájukat. E-mailen, a honlapunkon, a szabolcs@cic.hu honlapon fennlévő elérhetőségeken nagy szeretettel várjuk minden ilyen megjelenést. Vagyis a Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai személyes tanácsadási lehetőséget biztosítanak a hét minden munkanapján ingyenesen Nyíregyházán, valamint a szervezet nyíltas irodájában, tette hozzá az operatív igazgató.